piatok 29. januára slávnostne odovzdali do užívania novopostavenú 5-bytovú jednotku, čím sa piatim rodinám splnil sen o vlastnom domove. Január 29-én pénteken átadták rendeltetésének az újonnan épült ötlakásos bérház lakásegységeit, így újabb 5 család álma teljesülhetett a saját otthonról. Na slávnostnom odovzdávaní, na ktorom boli prítomní aj poslanci obecného zastupiteľstva, zástupkyňa starostu obce Helena Agová privítala podnájomníkov. Vo svojom príhovore hovorila aj o tom, že za akých podmienok sa v našej obci mohla realizovať stavba novej 5-bytovej jednotky. Potom, ako starosta obce František Šamšon slávnostne prestrihol stuhu, katolícky farár Bola Gášpár vysvetil byty a ich nájomníkov, ktorí si ich potom mohli prevziať do užívania. Po vybavení všetkých formalít na obecnom úrade si nájomníci mohli prevziať kľúče od svojich bytov a nakoniec ich čakalo aj občerstvenie. Az ünnepélyes átadáson, melyen jelen voltak az önkormányzat képviselői is, Agová Helena alpolgármesternő köszöntötte a bérlőket. Beszédében elmondta, hogy milyen feltételek mellett épülhetett meg újabb 5 bérlakás falunkban. Miután falunk polgármestere Sámson Ferenc ünnepélyesen átvágta a szalagot, Balla Gáspár katolikus plébános megszentelte a házat és annak lakóit, akik aztán birtokba is vehették lakásaikat. A községházán a formalitások elintézése után a bérlők átvehették kulcsaikat, majd megvendégelték őket. Tisztelt jelenlévő kedves vendégek! Informálom nevébe engedjék meg, hogy sok szeretettel köszöntsem Önöket ezen a mai kis ünnepségen. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben Balla Gáspár atyát, aki már harmadszor elfogadta meghívásunkat házszentelésre, mert mi keresztények tudjuk, hogy ami történik, az mind az Isten akaratából történik. És így van ez most is. Átadásra kerül újabb 5 lakás a községünkbe, és ezzel már Izsán 30 bérlakás van. Ez jelenti azt, hogy a községnek érdeke van abban, hogy a fiatal házasok itt maradjanak, itt rakjanak családi fészket, a gyerekeik a helyi óvodába, illetve a helyi alapiskolába járjanak. Ez a mű, ennek a műnek a tervezője Simon Péter mérnök volt, és 2 részből áll. Első a tanítói 4 lakás felújításából, második pedig 5 lakás hozzáépítéséből. Az egész beruházás összege 10 millió 53 korona, tehát 333 ezer euróba került. Abból a 4-es lakás felújítása 106.545 euró, amit a község saját költségvetéséből állta, és a hozzáépítése pedig az állami lakásfejlesztési alapból kapott hitel 170.384 euró, és az építésügyi és régiófejlesztési minisztérium dotációból pedig 56.795 euró. Az építmény kivitelezője Stabak Kft. Volt, akik a többi lakásokat is ők építették nekünk. Tisztelt lakosok, kívánunk Önöknek az új lakásokban nagyon jó egészséget, boldogságot, szerencsét, jó szomszédi viszonyokat, és arra kérjük Önöket, hogy úgy kezeljék a lakásokat, mintha saját. Kérem a polgármester átját a szalagot, és vásolára kérdezik. Az Atya, a Fiú és a Szent Úrek nevében. Békessége háznak és minden lakójának. Könyörögjünk. Borunk Jézus Krisztus elmenti a Zakeus házába, jöjj el hozzánk is áldásoddal,
aki az és uralkodó mindörökön örökké. Az Úr Jézus mondja, ha valakinek a házába beléptek, köszöntsétek, ha méltó rá a ház, rászáll békétek, nem békétek, visszaszáll a rátok. Áldunk téged, Úr Jézus, mert názáreti életeddel megszentelted a családi életet. Te engedelmes voltál édesanyádnak, Máriának, és nevelő atyádnak, Szent Józsefnek. Te keresztelés feltámadásod által Isten háza népévé és a szentek közösségének tagjává tettél minket. Könyörögjünk. Áldunk téged, Istenünk, hogy szent fiad emberré lett és meghozta nekünk az üdvösséget. Tekints erre a házra, és add rá áldásodat. Hallgass meg kéréseinket, melyeket itt közösen terjesztünk elé, és adj mindenkinek, aki ebben a házban lakik, békét és örömet a Szentlélekben. Vidd sikerre vállalkozásaikat, és védelmezd meg őket minden bajtól. Segíts, hogy ebben a házban, mint házi egyházban, erősödjék a hit és a szeretet, és ebből a közösségből úgy szálljon föl hozzád, mennyei atyánk, az ima, mint tömjén füst a te dicséretedre és dicsőségedre. Őrizd meg kegyelmedben mindazokat, akik e házban laknak, hogy egykor majd a földi élet hajlékából eljussanak a mennyei örök hajlék boldog közösségébe, Krisztus, ami Urunk. Všemohúci a večný Bože, Ty si nás proste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami Tvojho Syna. Posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našich rodinách žili vo svornosti a láske. Bože, chráň tento dom pred zlom a hriechom, požehnaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete, zlato lásky, mirhu utrpenia a kadidlo modlitby skrze Krista, nášho Pána. Megadjuk a házi áldást is, talán még ismerős számunkra. A szüleink idejéből, ugye, hol hit, hol szeretet, hol szeretet, hol béke, hol béke, hol Isten, hol szükség. Most akkor megnéznénk a lakásokat, és utána mindenki szeretettel meghív a köszönjük egy kis állapotást. Jó. Ja.